időről időre elkap az érzés, hogy Souls játékokkal játszak, annak ellenére, hogy nem vagyok a műfaj rajongója, de kétségtelenül szórakoztat. A fontosabb szereplőkkel azért igyekszem képben lenni, a kísérletibb darabokba meg vagy belebotlom, vagy nem. Elvileg az Anotria is egy ilyen esetti darabnak számított, ami leginkább azzal került a figyelem középpontjába, hogy a fejlesztők panaszkodtak az Xboxra, hogy nem kapnak semmiféle visszajelzést. Nézegettem a trélereket, különösebben nem voltam meggyőzve, de két dolog így is rávitt a próbakörre. Kicsit részeg voltam, és még kanos is. Az Anotria egy Souls játék, azonban itt nem arról van szó, hogy el kell csípni és fel kell ismerni a Souls elemeket. Az Anotria a legszorosabb értelemben vett Souls játék. Mindent felsorakoztat játékmenetben, amit a zsánertől elvárunk, és ez már a tutoriál során szembeötlő lesz. Nos, a legtöbb címben sokszor billeg a mérleg, hogy mennyire épít a dodge-ra és mennyire a parry-re. Szerencsés esetben a kettő ki van egyensúlyozva, hogy a játékosok dönthessék el, hogy milyen stílusban kívánnak játszani. Az Anotriában is van lehetőségünk dodge-ra és parry-re, ám a játék inkább az utóbbit fogja favorizálni. ez nem azt jelenti, hogy a dodge játékosok árnyékra vetődnek az Anotriával, de kimutatható hátrányban lesznek a parry-sekkel szemben, főleg a bossoknál és a kisebb challenge-eknél lesz ez érzékelhető, és azért emelem ezt ki, mert én is jobban preferálom az ellenfelektől elgurulást, mint a quick time eventezést a védekezéssel. De megéri, mert elég szépen lehet utána csépelni az ellenfelünket. Az ellenfél életcsíkja alatt találunk egy kék sávot, ami ha megtelik, staggereljük a nyomorultat, és ilyenkor szokás szerint bevihetünk egy bődületes erejű támadást. Ez működik közellenségnél is, működik bossnál is. Viszont ezt itt nem staggernek hívják, hanem unravelnek, de a lényeg ugyanaz, hogy ilyenkor megsokszorozódik a támadó erőnk. A bossok kiiktatásával pedig skilleket is gyűjtünk, amiket itt line-nak neveznek. Működik a többi formula is, itt a szakaszonként elhelyezett bonfire, amik egymás között gyorsutazási pontként működnek, csak itt máshogy hívják, de ugyanaz a funkciója. Tehát nem is nagyjából ugyanaz, de mechanikailag pont ugyanolyan, mint a műfaj alapjai. Nyitogathatunk shortcutokat, hogy megkönnyítsük az életünket, és persze a pontokat is gyűjteni kell, csak itt nem soul, hanem memory, de ha meghalunk, újra össze kell gyűjteni őket, ellentétben például a Wukonggal. Azonban az Anotria behoz némi csavart, ami gusztus dolgakinek fog tetszeni, de könnyen lehet, hogy jó helyen tapogatóznak a fejlesztők. Először is, bár vannak sidequestek a játékban, de ezek nem igazán vettem észre, hogy sokat számítanának, ugyanakkor érdekes, hogy vannak sidequestnek tűnő feladatok, amiket viszont ha figyelmen kívül hagyunk, konkrétan nem jutunk tovább, mint például a halajáték egy szakaszán, akinek a fejtörőit, ha nem oldjuk meg, akkor Gondolier legyőzése után nem jelenik meg a gondola. Egyébként is érdemes szétnézni alaposan a pályákon, mert előfordulhat, hogy egy ártalmatlan ajtó mögött egy teljes városrészre vezető sikátor lapul. Vannak lebegő pecsétek útközben, amik eltérő funkciókkal bírnak. A sárgák szegélyeket, peremeket, akár hidakat hozhatnak létre korlátozott ideig, vagy ameddig el nem hagyjuk a kijelölt területet, illetve a vörösek kihívásokat rejtenek bónuszpontokért. A lényeg azonban, mint kitalálhattátok, a boss harcokban rejlik. Itt van némi újítás, ugyanis ehhez nem kifejezetten arénákba terel minket a játék, vagy legalábbis nem olyan orbitális tufa módszerrel, mint a zsáner legtöbb darabja. Előfordulhat, hogy egy ártalmatlannak tűnő erkély vagy barlang vég fog harctérként funkcionálni, igaz, ilyenkor a játék egy láthatatlan falat is felhúz körénk, hogy biztosan ne akarjunk hátat fordítani a közelgő veszélynek. Ennek van egy olyan vonzatos eredménye, hogy sosem tudjuk, ahova éppen tartunk, az tényleg egy félreeső sikátor, vagy készülnünk kell valami komolyabbra. Ez a bizonytalanság jót tesz az Anotriának és feldobja a játékteret, mondjuk az más kérdés, hogy az ellenfél tufa, mint a fene, tehát nem néz se Isten, se embert, két pont között a legrövidebb úton próbál eljutni hozzánk, ami kiváló taktikázási lehetőséget biztosít, ugyanis ha a kettőnk közé beficcentjük a móló szélét, akkor kérdés nélkül bele fognak gyalogolni a biztos halálba. Egyébként ez igaz a kisebb bosszokra is, szóval érdemes ezzel játszani. A történet teljes mértékben az olasz folklorra épít, a zene és a művészet teremtő erejére, mely szerint a világban mindenki szerepet játszik és mindenki csak egy báb, de megjelenünk mi, a szerep nélküli puppet, avagy ahogy ránk hivatkoznak a Maskless One, és nekiállunk levágni az embereket a fonalról, ami annyit tesz, hogy kardélre hányunk mindenkit. Egyébként végig az volt az érzésem, hogy a játék lubickol a metaforákban, talán egy kicsit túlságosan is, mázli, hogy van a játékban egy afféle kompendium, amiből magyarázatot találhatunk ellenfeleink kilétére, hátterére, tehát hogy végül is mit csinálunk itt? Ez megint egy nagyszerű húzás, mert így nem fegyverek leírásából kell kimatekolni, mi is történik ebben a világban, hanem legalább van ehhez valamiféle irodalom. Említettem, hogy memóriákat gyűjtünk pontként, és ennél a résznél ki kell térnem a játék fejlődési rendszerére, ami szerintem jól tükrözi az Anotria kettősségét. Egyfelől elég sok pontot kapunk, különösen a húzósabb ellenfelekért, jellemzően a bosszokért.
A pontokat szintlépésre költhetjük, ez jelenthet új perkeket, amiket a Path of Innovators fán találunk, gőzöm nincs milyen felosztásban, erősebb képességeket vagy a fegyvereink fejlesztését, alkalmasint újabbak vásárlását. Utóbbira egy színházban lesz lehetőségünk, ami úgy funkcionál, mint a Demon's Souls beli Nexus, vagy az Elden Ring beli kerekasztal. Van itt egy érdekesség, amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk mágiának. Ennél a pontnál fontos megjegyeznem, hogy a Zenotriában nincsenek kasztok, tehát egy fix karakterrel kezdünk és kész, ennyi volt. Vannak a játékban úgymond mágikus képességek, amiket sajátos jelrendszerrel kezel a játék. Nem azt mondom, hogy nem magyarázza el nekünk, inkább, hogy a sajátos elnevezések miatt elég nehéz ezeket helyén kezelni, tehát négy mágiánk van. A víz, ami tulajdonképpen zavart okoz, megnöveli a támadásunkat, de az ellenfél ütéseire is érzékenyebbek leszünk. A Malannó, ami a féle méreg, vagyis fokozatosan szívja el az életünket, a Grácia, vagy Grácia, nem tudom, tulajdonképpen gyógyítás, a Fatuo pedig hasonló, mint a Malannó mérge, csak közben ezzel tápolja magát az ellenfél. De figyelj, most jön a lényeg, hogy az egyes állapotok képesek ütni egymást, és ha rossz kombinációt használunk, akkor csak magunkat szivatjuk meg vele. Az adott stádiumú bosst például halálba lehet sebezni olyan mágiával, amire érzékeny. Itt akad egy újabb csavar, ugyanis az egyes bosszok és minibosszok, akiknek például zöld az életcsíkjuk, úgy tűnhet, hogy méreg támadásban erősek, pedig tapasztalatom szerint ez azt jelenti, hogy a méregre immunisak. Itt jön a képbe akkor a gyengeség. Ehhez tudni kell, hogy a vízt üti a Fatuót, a Gráciát, a Malannó, stb. Na most, ha kiszúrunk egy Malannó ellenfelet, akkor jobb, ha tudunk azonnal előhúzni valamit a kalapból, és itt mutatkozik be a loadout rendszer, ugyanis három komplett szettet tárolhatunk el magunknak, jelmezestől, inventoristól, fegyverestől, skillestől, mágikus tárgyakat rendelhetünk az egyes perrikhez, szóval mindenestől. Igazából ezeket loadoutnak nevezi a játék, de valójában ezek lehetnek merőben eltérő buildek, tehát érdemes összerakni egy-egy elementál szettet attól függően, hogy mit fog elénk dobni a rendszer. Ez így elmondva hasznos, de nekem kb. A játék közepén állt össze, hogy mit is vár tőlem az Zenotria ezekkel a holmikkal. Ebből kitalálható, hogy ez a loadout rendszer egyébként elég mérsékelten hasznos. Ha kitanuljuk a perrit, és kihúzunk egy-két fegyvert maximumra, nem nagyon lesz rá szükségünk, hogy használjuk, mert nincsenek például olyan bosszok, amik több fázisból állnának, ami mondjuk eltérő buildeket igényelne, hogy menet közben cserélgessük. Ami szerintem fura tekintve, hogy ez a rendszer képzi a Zenotria alapját. A játék technikailag is vegyes képet mutat. A környezet például sok esetben AAA minőségű, csak nagy ritkán futni bele mondjuk anyagul összedobott vízesésbe, de az összkép rendben van. Azonban a karakterünk ehhez képest olyan nyüzüge, mint egy Móriczka rajz. Sőt, a játék elején a tutorial szakaszon olyan a látvány, hogy karcolja a siralmas fogalmát. Ahogy haladunk előre, úgy kezdi egyre jobban mutatni magát. A pályák a játék talán legkimagaslóbb részei, eszméletlen szerte ágazóak és élményöket bebarangolni. Ezen a téren például köröket ver a Wukongra is. A fegyverek szerintem jópofák és sokfélék, de némelyik olyan drabális, hogy nem látni tőlük az ellenfelet, ami így eléggé megnehezíti a harcokat. És ha már szóba kerültek a harcok, nem azt mondom, hogy nem élvezetesek, inkább, hogy itt ütközik ki, hogy ez egy AAA játék. Ami szerencsére meglátszik az árazásán is, de ezzel együtt érdemes felkészülni, hogy a suhintásaink találata és az ellenfeleink AI-ja közel sincs mondjuk az Elden Ring szintjén. Illetve azzal sem árt tisztában lenni, hogy a Zenotria a legváratlanabb pillanatokban képes beszaggatni. És akkor most jött el a pillanat, hogy beszéljek nektek egy Zenotria szülte kifejezésről, amit csak úgy nevezek a fasságok szimbiózisa. Vagyis, amikor két egymásra merőleges ökörségből kipárzik valami mégis egységes és működőképes. Ez leginkább Baldovinónál látványos és feltűnő. A szóban forgó bosst rettenetesen kellemetlen megcsapni. Ő tipikusan méregtámadást használ, amit mi vízmágiával tudnánk ellentételezni, de a fő probléma mégis az, hogy a harc amúgy veszettül hosszadalmas. És bár lehet perrízni, kitérni és ügyeskedni, de ha kétszer hibáztunk, húzhatunk is vissza a startvonalra, mármint a bonfire-höz vagy mihez. Bármilyen erős a fegyverünk, szinte csak minimálisan tudunk rajta sebezni. Viszont van rá mód, hogy csízeljük és beszoruljon a tetőcserepek alá, és onnantól kezdve az egyik legveszélyesebb támadását, az égből lecsapást már nem tudja használni, és az összes többit is csak korlátozottan. Más szavakkal, az eredeti állapotokhoz képest egy lényegesen kiszolgáltatottabb Baldovinót kapunk. Ugyanez az ellenfél később képtelen átjönni az alacsonyabb ajtókon, ami további taktikázási lehetőségeket nyit meg számunkra. A pályadizájn néha ellenfél nélkül is képes tökönlőni magát, ebben a csarnokban például kifektettem egy bosst, és tovább kéne mennem, de nem látom hol. Nincs ajtó, nem nyílt meg járat, nincs itt semmi. Nézek, forgok,
keresem a továbbjutási lehetőséget, már átvillan az agyamon, hogy ez egy zsákutca és vissza kéne mennem innen, amikor egyszer csak egy ponton feldobja a játék, hogy travel. Ó, bazd meg! A fasságok szimbiózisa tehát itt úgy érvényesül, hogy adott egy irreálisan szívós ellenfél, akit lefegyverez a mutatós, de kissé átgondolatlan pályadizájn. A játék későbbi szakaszán ez az ellenfél kap egy temmus kis testvért, ám hasonló odafigyelést igénylőt. Ezen a részen például az ajtó mögött vár a rohadék, de simán átnyúlkál értem. Hát én is elővettem a hátvakarómat, és elkezdtem kezelésbe venni a csávót, ami nem volt különösebben bonyolult, mert már ismertem a movesetjét. Az ajtó pedig ugyanúgy becsicskította, mint egy szakasszal korábban az elélógó cseréptető, vagy a túl alacsony ajtókeret. Összességében én azt mondom, hogy az Enotria szerintem egy tök jó játék, aminek a legnagyobb hibája, hogy az az alapmechanika, amire épül, az tulajdonképpen kiaknázatlan és így inkább érdekes, mint hasznos feature. A technikai problémákat nem igazán rónám fel neki, mert azok is inkább szórakoztatóak, mint frusztrálóak. A körülötte lévő nagyrészt negatív visszhangot nem igazán értem, tény, hogy nem a műfaj legfényesebben ragyogó csillaga, de egyáltalán nem egy vészes játék, sőt, én találkoztam még idén is magasabbra hype-olt címekkel, amiket ennél sokkal gyorsabban meguntam. Az Enotria ehhez képest bent tudott tartani az összes hibájával együtt is. A mostani árát azzal együtt nem tartom indokoltnak, hogy jelentősen visszafogottnak számít a kortárs címekhez képest. Cserébe nem is feltétlenül tenném oda melléjük, mert például a most 10 éves Dark Souls 2 még most is kiforrottabbnak hat, mint az Enotria. Cserébe nem is több száz ember dolgozott rajta, mint a From Software esetében. Ha lesz egy komolyabb leárazás, akkor erősen ajánlott ránézni, ha viszont beficcentik mondjuk a PS Plus vagy a Game Pass vagy valamilyen Humble Bundle ajánlatba, akkor viszont szerintem kifejezetten vétek lenne kihagyni. Köszi a figyelmet, Zoli voltam, sziasztok!